Hamisított szavazólapok, egymás után többször is szavazó polgárok, tömött sorok és kiújuló harcok a nyugat tudósítók szerint óriási káosz közepette zajlik a népszavazás az önállósodásról a két kelet-ukrajnai megyében. Kijev és a nyugati hatalmak nem ismerik el a referendumot, a szeparatisták viszont már újabb az Oroszországhoz való csatlakozást kimondó népszavazásra készülnek. Bakos Piroska összeállítása. Óriási a sor az egyik donyecki szavazóhelyiség előtt, és ugyanez a helyzet Mariupolban is. Az elmúlt napokban hadszíntérré változott városban mindössze 8 szavazókört tudtak kialakítani a 500 000 lakosnak. A helyi szervezők szerint volt, ahol az ukrán katonák nem engedték be őket a kijelölt helyiségekbe, másutt nem volt elég idejük a felkészülésre, ezért nem tudtak kinyitni. Ezt a videót az egyik helyi hírportál tette közzé. Ukrán katonák rajtaütöttek az oroszbarát szeparatistákon, és lefoglaltak 100 000 előre kitöltött szavazólapot. Mindegyiken az igen mellé húzták be az X-et arra a kérdésre, hogy akarják-e a régió önállóságát. Tudósítók szerint káosz közepette zajlik a szavazás. A CNN és a BBC újságírói is láttak olyanokat, akik egymás után többször is voksoltak. Akadt olyan hely is, ahol nem volt elég fülke, ezért az emberek a falnak támaszkodva húzták be az X-et. A helyi hatóságok ezekről nem igazán beszélnek, a magas részvételről és a jó hangulatról annál inkább. Minden rendben zajlik. Az embereknek ez a mai nap olyan, mint egy ünnep, rengetegen jönnek szavazni, lelkesedik az egyik luhanszki szervező. És bár több közvéleménykutatás is azt mutatja, hogy a kelet-ukrajnaiak nagyobb része nem akar kiválni Ukrajnából, az újságíróknak inkább elszakadáspártiak nyilatkoztak. Először megalakítjuk a saját föderális államunkat, aztán csatlakozunk Oroszországhoz, ismerteti a menetrendet ez a donyecki szavazó. Igennel szavaztam, az elszakadásra Ukrajnától, hogy ne ők döntsenek az életünkről, így egy másik. Ukrajna, az Unió és az Egyesült Államok nem ismeri el a referendumot. Az ukrán belügyminiszter azt mondta, minden egyes szavazólaphoz vér tapad. A harcok egyébként ma sem csitultak a két keleti megyében. Mariupolban éjszaka felgyújtottak egy laktanyát, és több városban is összecsaptak az ukrán hadsereg katonái és a szakadárok. Bakos Piroska, külpolitikai szerkesztőnk itt van a stúdióban. Szerbusz Piroska, mik a legfrissebb hírek? Még mindig tart a szavazás, ugye helyi idő szerint 10 óráig tartanak nyitva a szavazóhelyiségek, ez itteni idő szerint 9 óra. Több helyi szervező és optimistán nyilatkozott, azt mondták, hogy már éjszaká közepére várható valamiféle eredmény. Hát ez azért kérdéses, mert ugye ahhoz, hogy a teherautók, amelyekkel viszik majd a szavazatokat a két fővárosba, a két megye fővárosába, eljussanak ezekre a helyekre, ehhez át kell menniük katonai ellenőrző pontokon, és kérdés, hogy mondjuk azokon a pontokon, amelyeket az ukrán hadsereg ellenőriz, ott vajon minden ilyen teherautót gond nélkül átengednek-e? Piroska, mi lehet a következő lépés? Nos, a kelet-ukrajnai szakadárok vezetői azt nyilatkozták, hogy ha az igenek lesznek többségben, már pedig ők kifejezetten arra számítanak, hogy az igenek lesznek többségben, akkor ők azonnal tárgyalásokat kezdenek a kijevi vezetésről, a fokozatos önállóságról, és egy olyan verzió is volt, hogy akár már 2 héten belül újabb népszavazást tarthatnak arról, hogy esetleg már Oroszországhoz csatlakozzanak. Valószínűleg a krími forgatókönyv azért nem lesz, ugye a Krímben Oroszország a népszavazás után rögtön annektálta magához, csatolta a Krímet. Itt viszont azért Oroszország is visszakozott, és a nyugat részéről is komoly diplomáciai szócsata várható még. Piroska, köszönjük szépen!